közel 70 éve rendező. Több mint 190 alkotás köthető a nevéhez. Három földrész 11 országában lehetett előadásait látni. Magyarországról indult, pontosan 67 évvel ezelőtt állt először az Erkel Színház színpadán Szinetár Miklós. Most újra ugyanott láthatja a közönség. A legendás rendező nosztalgiázva mesél kedvenc színészeiről, rendezéseiről, vagy éppen pályájának egyik komikus jelenetéről. És 1949 őszén ezt a színházat a János Vitézzel nyitották meg. Sárdi János volt a János Vitéz. És Szinetár Miklós első éves rendezőhallgató statisztált a darabba, és körülbelül onnan én kiabáltam be Sárdi Jánosnak, hogy vigyázz, Jancsi! Az asszony szíve mi hagyjában, mert nem mer semmit tenni ő. A kiváló művész az elmúlt 60 évben olyan színész legendákkal dolgozott együtt, mint Béres Ilona, Agárdi Gábor, Hámori Ildikó, Kálai Ferenc, vagy éppen Kalocsai Zsuzsa. A színpad mögé húzott vásznon pedig velük is találkozhattak a nézők az este folyamán. A színészeket nagyon szerettem, amikor dolgoztam velük, és ma is nagyon szeretem, ahogy nézem őket. Ezek remek színészek. A Kossuth Díjas művész több mint 50 évig tanított a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de volt a Magyar Televízió elnök helyettese és a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója is. Azt mondja, a különböző feladatköröktől függetlenül őt mindig egy cél vezérelte. Nekem rendszerint ez a betegségem, hogy van valami mondandóm a világról. Hogy ezt a mondandómat, sok kis apró, meg nagy mondandómat, mint rendező mondom el, vagy mint igazgató, filmen, vagy tévébe. Ez számomra mindig az adott feladat az, ami a legérdekesebb. Az évtizedek folyamán számos tehetséget fedezett fel. Olyan is van köztük, aki azóta világsztárrá nőtte ki magát. Például Rost Andrea. Ez a felvétel az 1983-as Ki mit tudom készült. Szinetár Miklós az akkor 21 éves művésznő produkcióját értékeli. Kérdezzük meg a zsűrit, hogy van-e hozzászólás, vélemény. Én szerintem Szinetár Miklós fog ehhez hozzászólni. Rost Andrea igen nehéz feladatot választott, én megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett. Nagyon tetszett, tisztán énekelt, ami ebben az áriában igen nehéz. Szépen formált a kis díszítéseket a koloratúrákon, nagyon szépen és ízlésesen hoztam. Az, hogy ön engem ott hallott ezen a Ki mit tudon, az számomra volt egy fantasztikus dolog, és nagyon, nagyon jól estek a dicsérő szavai. Rost Andrea és Szinetár Miklós még számos alkalommal dolgoztak együtt, összhangjuk a színpadon is látszik. Azért szeretek vele nagyon dolgozni, mert ő engem alkotótársnak tekint. Nagyon jól lehet vele gyurmázni, hogy így mondjam. Tehát lehet gyúrni a darabot, a szerepet, a helyzeteket, és ez egy nagyon nagy ajándék. Tulajdonképpen, ha valami egy picit azzal, amit az ember csinált, azzal tudott valamit javítani a világon, meg ami még fontosabb, ha tudott egy kevés örömet okozni, akkor már nem volt a dolog hiába. Kedves barátaim, a szép elén a végén mondtam, hogy hát hozzátartozik ehhez a műfajhoz egy finálé, úgyhogy, ahogy Lakabár Kálmán mondta, mindjárt a finálé kezdődött. 65 éves operaházi pályafutása során Szinetár Miklós meg annyi néző arcára varázsolt mosolyt. Azt mondja, jó nosztalgiázni is, de hamarosan valami újdonságról is sokat mesél majd, hiszen Johann Strauss Cigánybáróját mutatja meg rendezői szemüvegén keresztül.